De nem úgy néz ki, hogy az idén sokat kell menni snowboardozni hát ilyen hosszan. Tehát, hogy onnan fentről ide, így végig, fékezi bringával, annak fizetek bármennyi mennyiségben sört. A gyerekek is hibások, a szülők is hibások, de főként a drága város vezetőség, aki már 5 éve csinálja a skateboard. OG? OG? I'm OG, y'all new to the game. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. Újabb nap, újabb videó. Ma van december 29-e, kapaszkodjatok meg, és plusz 10 fok van. Nem tudom, hogy idén egyáltalán lesz-e tél, de nem úgy néz ki, hogy az idén sokat kell menni snowboardozni vagy szánkózni. Úgyhogy több mi valószínű, hogy ez az utolsó videóm idén. Nem hiszem, hogy idén már fogok videózni bármit is. És még az évből 2 nap van, és igencsak elfogytak a placok, ahol tudnék videózni, meg minden. Na szóval, az előző videóra kaptam egy pár kommentet, hogy például állítólag egyesek szerint ez fake nyom. Na, aki bringával ennyire a szélén szétfékezi a követ és ilyen hosszan, tehát hogy onnan fentről ide, így végig fékezi bringával, annak fizetek bármi sört, bármennyi mennyiségben sört. De tényleg. Úgyhogy nem gyerekek, hanem ezt megmutatom így. És nézd meg, hogy hosszan van végig. Ez kérlek az, hogy be van kánve gyantával a cucc, és csúsznak a szaros rollernek az aljával. Továbbra sem jutott, vagy süket fülekre talált, amit mondok. Vagyis most már nézzétek meg, hogy ez a pad is szét van baszva. Illetve mióta kijöttem, azóta a srácok már csak a fletten nyomják, azóta nem szöknek fel egy kibaszott tízre. Ugye srácok? Mióta itt vagyok 10 perce, egy körre nem szöktetek fel. Vajon miért lehet ez? Nem tudom. Illetve ezt egy pár nap alatt megint sikerült szétbaszni. Továbbra fogok tudósítani, és a következő, akit meglátok a padonosságban, fogom rúgni. Ezt most így átmondhatjátok a többieknek. Mondtam, mi a megoldás, nem tudom, mi a fasz, nem tudtok raklappal, vagy valami olyan dolgokkal csinálni, amit nem törtök szét. Már engem basznak le. Még egyszer mondom, nem a rollerrel van a baj, nem a sporttal van a baj. Fasz a tiszteletre mélyt, hogy kín vagytok, meg minden hidegben, melegben. De az, hogy minden egyes kibaszott ízé szét van baszva, ez nem fasza. Ez eddig itt nem volt szétbaszva, most ez is szét lesz baszva. A padon ugráltok, baszki, nézek, szét van az egész pad baszva. Ott a tegnap egymásnak sírtok, hogy az a pad már mozog. Hát azért mozog, mert addig szöktél rajta, mint egy bika, bazmeg. Tényleg idegesít. Azért is, mert itt lakom, kibaszottul csattog, és szétbasszák az egészet, és mikor kijön a rendőr, akkor nem azt fogja mondani, hogy a rolleresek voltak, hanem azt fogja mondani, hogy Orbán Gabi szétbaszta ezt a kibaszott teret már megint. Illetve innen üzenném a városnak is, hogyha azt a kibaszott skateparkot megcsináltátok volna már 2 éve, hogy meg lett ígérve, akkor több mi valószínű, hogy a tér nem lenne szétbaszva. De hát itt mindenkinek van egy kis hibája, a gyerekek is hibások, a szülők is hibások, de főként a drága város vezetőség, aki már 5 éve csinálja a skateparkot, 10 éve csinálja a triálpályát. De hát, hogyha lett volna a pálya, akkor mindezt el lehetett volna kerülni. Amúgy meg azt is hozzá szeretném tenni, hogy kibaszott szarul van megcsinálva a tér, de hát itt ezt most nem rollerrel, nem biciklivel törték fel, hanem magától jön fel. Amúgy az összes kő mozog, rittyeg, ropog, csattog, bele szét van baszva, esik szét magától. Persze plusz még ezek a kis gyerekek rátesznek rá a hülye rollerjükkel, de hogyha lenne skatepark, akkor faszább lenne, akkor nem ez lenne. De ez van, és a következő ember, akit meglátok a padon ugrálni, asságba fogom rúgni. Mondjátok el egymásnak. Na most már tényleg legelem van, bazd meg, és akkor mikor kijövök, akkor mindenki ilyen Szent Mária lett, bazd meg. Egy bordulára nem ugrott senki, amióta itt vagyok. De
5 perccel előtte az ablakból néztem, hogy ugyanúgy a szélén ugrál végig mindenki. Na, körülbelül ennyit szerettem volna mondani, és rácok már el is mentek, én leszek az utálatnak az oka, kaptam már is, hogy leiratkoznak a csatornámról, leszarom, bazd meg. Inkább iratkozz le a csatornámról, és többet itt ne rollerezzél, mi hogy engem basszon meg a kibaszott rendőr. Már nem azt fogják mondani, hogy Kis János a 20, mit tudom én, 25. utcából a 12 éves gyerek törte össze a rollerrel, azért bár csináltam elég tartalmat erről, hanem azt fogják mondani, hogy Orbán Gavi baszta szét a teret már megint. És egyszerűen nem értik meg, hogy ne ugorjanak fel arra a kibaszott vasra. Nem lehet, bazd meg, nem lehet ezeknek elmondani szép szóval. Na mindegy, valóban megyek edzeni, ami előtt agyvérzés kapok, bazd meg. Nem tudom, jövök vissza valahonnan. Most meg el is mentek, szegények. Látom, hogy meg vannak rám haragudva, néznek csúnyán rám. Milyen geci az az Orbán Gabi, nem hagyja a gyerekeket rollerezni. Fú, bazd meg, milyen geci vagyok. Na jó, hagyjuk ezt az egészet, tényleg már. Most az, hogy hova üssél, ott törik kettő a legvastagabb. És most azt gondolják, hogy ha felmennek két emelettel fennebb, és ott pattogtatnak szét mindent, az úgy még mindig belefér, ugye? Hülyék, na vannak ilyen emberek, akik nem értenek a szép szóból. Csak vissza kell jönnöm már. Azt hiszik, hogyha lenne mennek, az úgy faszál, vagy hogyha oda fölmennek, az úgy okésabb, hogyha ott törünk szét bármit, az úgy jó. De hát én nekem nem azzal van a bajom, hogy itt ezzel a placon széttörtök mindent, hanem azzal van a bajom, hogy mindent széttörtök az egész térnek a területén. És ott fel van a másik. Izé. Na, előbb-utóbb csak tényleg az lesz a megoldás, hogy 2-3-at csak be kell rúgnom. Sajnos, én tényleg nem szívesen fogok ilyet tenni, de előbb vagy utóbb vagy 2-3-at csak be fogok rúgni. Azt tudti, azt tudti. Most már tényleg elegem van, azt hiszik, hogy viccből mondom ezeket. Nem vesznek komolyan, de akkor majd komolyan fogtok venni. Ha nincs anyád, apád, aki megnevelni, megnevellek titeket. Érdekes, annó, mikor én edzettem, akkor a rendőrök egy fast belém köttek, elhajtottak. Itt voltak, nem szabad biciklizni, pedig én tényleg nem törtem össze semmit. Esetleg 100-ból tényleg, hogyha egyszer elrontok valamit, akkor előfordult, hogy a pedál eléri, vagy ilyesmi. Ehhez képest. Ez a baj, mire előveszem a kamerát, akkor mindenki menekül is. És nem adják. Nem akarnak ráugrani így egy peremre. Talán itt most ő. Nézzük. Nézd meg. Érdekes, mikor itt vagyok, akkor átemelik. Na jó. Az lesz, hogy megyek valahová edzeni, nem tudom még hova. Aztán amikor jövök haza, akkor meglepetésszerűen előveszem a kamerát és merek fogadni, hogy megint itt lesznek, és megint itt fognak rittyegtetni minden szét. Gyerekek, ide jöttem, tudom, hogy már unalmas. Hát tényleg erődedzésre jöttem ki, és hogy mondják, hogy örvendjünk, hogy a segükön lik van alapon. Örvendjünk, hogy még december 29-én nincs mínusz 30 fok, ahogy szokott lenni általában. És nincs hó. Amúgy mikor jöttem el a lótól, oda mentem a rolleres srácokhoz, és volt egy-kettő, aki a normálisan lehet beszélni, ők is mondták, hogy azért ők is kerüljék azt, hogy ugráljanak és széttörjenek mindent, próbálnak ők is valahogy edzeni. Ugye a legnagyobb gond nekük is az, hogy nincs egy skatepark, és ők mondták is, hogy elég sokat voltak idén Brassóba a skateparkba, de elég szégyen a város számára, hogy ilyen kis 10 éves gyerekek
30 km-rel odébb kell menjenek a következő városba, hogy tudjanak egy picit rollerezni, tudjanak egy kicsit fejlődni a roller sportba, mert ugye lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy tényleg az a roller is most már egy sport lett. Rengeteg trükköt lehet vele csinálni, meg minden. És én is meglepődtem, amikor kiderült, hogy egy ilyen profi roller az ilyen 500 euró és 1000 eurót is elérheti, hát akkor egy picit én is kiakadtam, hogy mi van. Na de tényleg, srácok is igazolták azt, hogy a legnagyobb gond az, hogy nincsen skatepark, nincs a ledzenek. És mondta, hogy csináltak valami ugratókot, de hát másnapra el is lopták. Úgyhogy még egyszer szeretném a városnak a figyelmét azért felhívni, hogy hát 30-40 kisgyerek ott töri a lóteret össze, és ez így valahogy nem olyan frankó. Úgyhogy jó lenne tényleg most már egy skatepark, és a skateparkot azt valahogy úgy megcsinálni, hogy tényleg odavaló legyen. Ne csak egy mocskot összedobni, mint sugárfürdőn, aminek semmi köze nincs. Hello! De hát semmi köze nincs például a sugási skateparknak is, olyan szögekbe csinálták például a félcsövet, meg mindent, hogy egyszerűen használhatatlan, tehát negatívba visszafordít. Nem tudom, hogy ki tervezte. Gondolom, hogy a kellő pénzt érte megkapta, de hogy használhatatlan. De hát azért tényleg azért jó lenne utána nézni is, és nem csak egy dobni oda valamit, egy félcsövet, és aztán azért, hogy legyen éppen valami, hanem tényleg egy olyat kéne csinálni, ami jó. Na, egy rövidet edzek, kibaszott hideg szél kezdett fújni, de ezt már megszokhattuk, hogy amire én kiérek, arra az idő elbaszódik. Úgyhogy tényleg egy pár ugrást még lenyomok, és jövök vissza az outroval, nézzük meg. Gyerekek, ez a mai, ez egy ilyen össze-vissza videó lett. Igazából nem akartam megint a rolleresekkel foglalkozni, de hát így adta a történet. Sokan kérdezték, hogy miért nem hívok rájuk rendőrt. Azért, mert nem vagyok egy vamzer, nem vagyok egy spicli. És felettébb érdekes, hogy én a
amikor edzettem, akkor Andrew magától is ki tudott jönni, és most kéne hívnom nekem. Úgyhogy én tényleg nem törtem össze semmit. Itt meg napról napra láthatóan hát fogynak a kövek, és nem úgy, hogy ellopják őket, hanem törnek, hogy mindenki értse. Gyerekek, ennyi lett volna az év utolsó videója. Remélem tetszett, ha tetszett olyan a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolod be a kis csengőt, kis harangot, hogy nem érjen semmi fel a feltöltésről. Ezek mind-mind ingyen vannak, nem kerülnek semmiben nektek, viszont nekem kurvára nagy segítség. Mai napikon az ment ide. Ezután a videó után majd jönnek a best of videók, ugye lesz egy best of bringás ugrások, illetve lesz egy best of Orbán Gabi Vlogs 2020 évről. Remélem már nagyon várjátok ti is. Boldog új évet kívánok mindenkinek, OG fam! Én Orbán Gabi voltam. Bíí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 í